ennek az egész mozaik készítésnek van egy érdekes járuléka, hogy egyik csinálja a másikat. Fantasztikus hatással vannak egymásra, mert annak a rengeteg fa töredéknek, de ebben van arany ékszertől kezdve fotóig és 56-os emlékekig és a osztrák-magyar határon a határbontásnak a láncából, illetve a drótjából, rengeteg minden van itt. Ráadásul nem árulok el titkot már, mert már sokan tudják, hogy ezeknek a kompozícióknak jelentős része 2-3 rétegű. Tehát fotók vannak alatta, képek vannak alatt, ugye van egy kép, aminek az a cím, hogy Marian madara, ez Makvesz Imre feleségének egy kis aranymadara, az alatt van egy Japánba Kenzo Tangétól, a világhírű építésztől kapott gyönyörű japán imádság van alatta, és az alatt meg Makvesz Imre és Szabó Marian esküvői képe van. Miközben csinálok egy mozaikot, és hát ezer anyagból és eszközből válogatom össze a részleteket, már a második, harmadik utána kezd kialakulni, és akkor az alkatrészeket már rakom félre, úgyhogy van egy ilyen sorolás egymás után. Nagy boldogságot okoz nekem ezeknek a dolgoknak a csinálása, még a hivatali munkámra is van rá hatással, hogy visszaszámolok. A dolgokat el kell végezni, kitűztem az időt, mikor kell készen lennie. Közben itt ezer kérdés van az akadémián, amit szintén el kell intézni, hogy összekeverednek, és hát művek lesznek belőle. Tizennégy-tizenöt éves koromban már akkor aktuális elsőrendű szerszámokkal dolgoztam, bele is szerettem a szerszámokba. A faanyagokkal való találkozásomkor jutott eszembe ez a mozaik. Senki sem csinálja, mert még egy olyan őrült, mint én nincsen, aki hajlandó egy snitzerrel heteken keresztül farigcsálni kisfadarabokat. Ugyanis mindenfajta faipari műfaj a fának a kívülről felületkezelt, lakkozó, csiszolt külső felületét mutatja. Én pedig arra vagyok kíváncsi, hogy mi van a fán belül. Én körülbelül 80 fajta fával dolgozom, semmilyen felületkezést nem használok, tehát nincs lak és nincs pác. Semmihez nem tudnék úgy hozzákezdeni, hogy ne érezném azt, hogy valakinek egyszer majd el kell mondani, hogy ezt miért csináltam, miképp csináltam, sőt kapok egy értékelést és egy ítéletet is arról, hogy érdemes volt-e. És hát most nagyon készülök így 85 éves koromban arra, hogyha ennek az elszámolásnak az ideje eljön, hogy akkor legyen mit mondani. Vénkoromra óriási segítségemre van a mozaik. Óriási segítségemre van, mert az örömeimet is ki tudom fejezni, a bánatomat is, a kétségbeesésemet is, a letargiámat is, az abból való kimászást valami pozitív dolog felé. Ez rendkívül alkalmas, mert felszabadít mindenféle pozitív vagy negatív gátlás alól. Nagyon szeretem azokat a műveket, amiben a család különböző momentumai fel vannak dolgozva, amihez olyan emlékek tapadnak, amit az emléket már nem tudom közölni. Csak emlékezésnek a tárgyi eredményeit, azok bele vannak dolgozva, kb. 300 olyan instrumentum van itt a kiállításon, meghalt feleségem jegygyűrétől egy párbaj pisztolyig. Bezárólag, hogy mondjuk a skálát az abszolút szép és hát a destruktív között végighúzzam, amelyeket beledolgozok a mozaikjaimba. Nem akarok semmit elvinni öregkoromra és halálomba azokból a tárgyakból, dolgokból, amivel nem akarom az utódaimat terhelni. Aztán majd a történelem eldönti, hogy ebből mi az a maradandó, amiből egy nemzet kultúrájának a javaihoz, a saját életművéből centiket, métereket, kilókat, litereket hozzá tud tenni. Ez a gyönyörű benne. Ha 2-t, 3-at, 5-öt megőriz az iparösszet története, akkor én odafent, ha oda kerülök, nagyon boldog leszek.